Mandulás túrós sült krémmel bolondított tészta az idei karnevál tortájának alapja. Igazából egy négyzet tészta, gyomlós tészta, vanília öleménnyel, és akkor ezt elősütjük 170 fokon, és ez lesz a lopogós része igazából. Varga Ádám hosszan kísérletezett, mire összeállt a végleges recept. Extrém ízkombinációt álmodott meg fekete ribizlivel, aminek francia neve a cassis. Fanyarsága miatt megosztó gyümölcs az édes szájúak körében. Egy túróval, egy tejcsokival nem egy domináns ízt próbáltam a tortában, hanem egységben legyen a torta, hogy én szerintem például, ha megkóstolja valaki a cassis nevezetű tortát, először a savanysága jön a fekete ribizlinek, utána a tejcsokoládénak a tejcsoki íze, és utána pedig a túró torta. A tésztára ostyával kevert csokoládé kerül, ez adja a ropogós réteget. Ma már elvárás, hogy a desszertekben különböző textúrák találkozzanak, ettől izgalmasabbak. A lágy réteget ez esetben vastag csokoládé musz adja, amelynek angol krém az alapja. Két-három részletben hozzá adom a tejcsokoládé pasztillához, és utána vissza fogom hűteni a 35 fokra körülbelül az alapunkat, amit majd lazítunk tejszínhabbal. Ebbe a rétegbe kerül a fekete ribizli zselé. A torta időigényes, mivel az egyes elemeket fagyasztani kell, de egy bátrabb háziasszony akár odahaza is neki láthat. A cassis augusztus 22-től kóstolható a karneváli torta pavilonban a Szent Háromság szobornál. Akkortól lesz nyilvános a recept is. Megyes bevonó réteget fogunk ráhelyezni most. Ez mettüréből, illetve cukrokból készül. Az ország tortája versenyidei második helyezettje az akali meggyes mandulatorta, szombathelyi cukrász alkotása. Ezt már az ünnepi hosszú hétvégén meg lehet kóstolni a nyertes desszerttel együtt. Dece Gergő idén először pályázott az ország tortája címre. Eleinte almában gondolkodott, később mégis a savanykás megy mellett döntött. Egy gyümölcsös réteget szerettem volna a tortába, mert úgy gondolom, hogy a gyümölcs az közkedvelt az emberek számára, és ehhez a mandulát párosítottam, illetve a karamellizált fehér csokoládét. A mandulát is megpirítottam, és így ez a karamellizált, pirított íz nagyon jó ízharmóniában van a meggyel. Ebből is 200 darabot sütnek majd. Az ország tortáit sokan keresik, különösen kedvelt például az Őrség zöld aranya 2016-ból. Ez a mai napig ott van a pultokban.